A Hagyományaink ünnepe című rendezvény keretében idén tejtermékekből készült hagyományos ételeket mutattak be. Ezeket Paskó Csaba, mesterszakács és Nagyabonyi Ágnes néprajzkutató véleményezte. Én készültem túrótortával, túrós bélessel, tejbegrízzel, túrós csigával, meg sok minden mással. A legpozitívabb véleményünk, ami van az asztalukról, vagy egy-egy ételről, azt mindig ki szoktuk emelni, és hát jó érzéssel távoznak a csapatok, én remélem. Az eseményen Zentaközség hagyományápoló csoportjai, valamint a művelődési egyesületek szakcsoportjai léptek fel. A produkciókat Berec Csizmadia Anna népdalénekes és Hézső Zsolt citera oktató véleményezte. Egy tiszamenti csokorral készültünk, ami kivételes módon nem durindós célokra, mert szóval nem egy 4 perces, hanem egy 7,5 perces örömzenés csokorral léptünk föl. Mindenki ugyanolyan nagy lelkesedéssel űzi ezt a műfajt, és képviseli a műfajt. És hát ennek a műfajnak az ápolása, megtartása tart meg bennünket is. Barát Hajnal Anna, az esemény szervezője, elmondta, hogy a Hagyományaink ünnepe keretében zajló műsor egyfajta felkészülés a hagyományápoló csoportok számára. A rendezvény célja, hogy a Zenta község hagyományőrző és hagyományéltető szólistái, csoportjai, mesemondói felkészülhessenek a Durindó és Gyöngyös Bokrétára, a Szójsipszóra, illetve a Kálmány Lajos népmesemondó versenyre. Az eseményt idén Berec Csizmadia Anna és a Juhász Zenekar közös produkciója tette színesebbé.